Sári Kovács Szilvia alpolgármester elmondta, hogy kiemelt jelentőséggel bírnak ezek a programok az óvodák és a város életében is, hiszen a hagyományápolás, a hagyományok gondozása tovább vitele történik ezáltal. A gyerekek még színesebb programot kapnak az óvodákban ezeken a programokon keresztül, illetve a szülőknek lehetőségük van egy kicsit betekinteni az óvodai élet hétköznapjaiba, illetve hát nem is annyira hétköznap ez, hanem ünnepnap, de a gyerekek ezeken a rendezvényeken megtanulják azokat a régi szokásokat, amelyeket életben kell tartani, és jó ezekkel foglalkozni, jó ezeket megélni, főleg, hogyha egy ilyen születi mulatságról van szó, hiszen sok ismeretanyagot összeszedhetnek a gyerekek, megismerhetik ezeket a szokásokat, illetve gyakorolhatják is, és egy kicsit úgy a régi világba betekintést kaphatnak, és meg is élhetik ezeket. Nagyon szeretik ezeket a gyerekek, és aktívan részt is vesznek benne, érdeklődőek, játékosak ezek a rendezvények, és én úgy gondolom, hogy igazán gazdaggá teszik az óvodai élet mindennapjait. Nagyon lelkesen készülnek rá, és nagyon nagy örömmel keresték az előbb is a szemükkel a hozzátartozókat. A kislány el is keseredett, mert nem találta az édesanyját rögtön, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy élmény egy gyereknek, hogyha az anyuka is megjelenik az óvodában, nem csak mint bekísérő vagy hazavívő szülő, hanem részese az ő óvodai mindennapjainak és hétköznapjainak, az óvodai életének. Egy ilyen rendezvény keretén belül a szülők is megismerkedhetnek egymással, több idejük marad a beszélgetésre, megismerhetik egymás gyerekeit, illetve megismerhetik a gyermekének a barátait, barátnőit is, illetve az óvodák közötti kapcsolatokat is építi, hiszen jó ötleteket lehet szerezni egy ilyen rendezvény alkalmával, és örülök neki, hogy a református óvoda vezetője is részt vesz ezen a rendezvényen, hiszen az a célunk, hogy a kisgyermekeknek minél értékesebb, gazdagabb programokat és elfoglaltságot biztosítsunk az óvodákban, és ehhez nagyban hozzájárul az is, hogy megismerjük egymás módszereit, egymásnak a metodikáját, illetve azt, hogy mikkel lehet gazdagabbá, színesebbé, szebbé tenni az óvodai élet mindennapjait. Nagy Tiborné intézményvezető helyettessel beszélgettünk a következőkről. A programunk célja egyrészt az első október első két hetének a projektjének egy kezdő programja, a szüreti néphagyományok átörökítése, a szürettel kapcsolatos munkafolyamatok megismerése. Nagyon sok érdekes állomás helyett tevékenységet szerveztünk a mai délelőtre a gyermekek részére. Hát talán ami a legesleg izgalmasabb a gyermekek számára, a szőlő ből must készítése, illetve kukoricamorzsolás, diótörés, szüreti mozgásos játékok, kézműves tevékenységek, nyomkövető játékok, majd 11 órakor várunk egy meghívott vendégünket, aki népi hangszerjátékával, citerával fogja megörvendeztetni az óvodásainkat, majd pedig egy zenés szüreti mulatsággal fog zárulni a mai délelőttünk.